kialakult a városüzemeltetési feladatok ellátása Kistarcsán. A Kistarcsa városüzemeltető non-profit Kft-től az újonnan létrehozott köfe vette át a feladatok nagy részét. Május 7-én ünnepélyes szertartáson beiktatták Szada Veresegyház körzet baptista gyülekezetének új lelkészét a Veresegyházi Baptista Imaházban. Bacsó Benyámin Debrecenből érkezett családjával Szadára. Székely Bertalan születésének évfordulóján május 8-án tartották a hagyományos Székely Napot Szadán. Az ünnepi rendezvény keretein belül átadták a Szadáért kitüntetéseket. Május 8-án ismét megrendezték a Kemencés Napot Galgahévízen. A rendezvényen folklórműsorral, helyben sütött kemencés ételekkel, valamint változatos kísérőprogramokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt.